A Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskola adott otthont a SpaceVest programnak. Kovács Ferenc, az intézmény igazgatója elmondta, az alapítványtól kész tantervet kaptak az űrkabinnal kapcsolatban. Szerettük volna ezt a programot mindenképpen elhozni hozzánk. Ez a program gyakorlatilag arról szól, hogy a mai főleg 9-től 12 éves korosztálynak bemutatja és közelebb hozza a STEM oktatási anyagot, ez a Science, Technology, Engineering, Maths, tehát ilyen természettudományos tantárgyakkal foglalkoznak a gyerekek. Hál' Istennek megnyertük ezt a programot, így hozzánk is eljutott. A program azt öleli magában, hogy a gyerekek mielőtt megérkezne ez az űrkabin, ami most megérkezett hozzánk, előtte természettudományi órákon is foglalkoznak ezekkel a tudományokkal. Kísérleti módszerekkel az órákon dolgozták ki a tananyagot, a csillagászat, illetve az űrkutatás témakörében. A program második része az volt, hogy megérkezik hozzánk ez az űrkabin, amit most megnézhetnek a gyerekek. A mi iskolánkban kb. 180 gyerek fogja két napig igénybe venni ezt az űrkabint. Ez egy ilyen VR szemüveges 3D-s űrutazást tesz lehetővé. Gyakorlatilag egy ilyen űrállomáson egy űrhajóval körülrepülnek, megtekinthetik a földet, egy ilyen úgynevezett overview effekt, tehát ez amikor fentről rátekintünk a világra, és rádöbbenünk arra, hogy mennyire eltörpül saját egoizmusunk, amikor egy ilyen pici teremtett univerzumban, mi egy ilyen pici bolygón vagyunk. Hozzátette, ez a projekt előrelépést biztosít az iskola számára. Zendai István, a SpaceBus Hungary alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta a szervezet munkáját, valamint az alternatív valóság nyújtotta lehetőségeket. A SpaceBus programot Hollandiában André Kuipers űrhajós találta ki. Ő egy orvos űrhajós, és kétszer járt fölt a nemzetközi űrállomáson. És egyértelmű tény, hogy azok az emberek, akik az űrbe jártak le, az űrhajós vagy űrturista, amikor az űrből meglátják a Földet, egy olyan kognitív érzésvilágon mennek keresztül, amit overview effektnek, áttekintőhatásnak hívnak, hogy amikor visszatérnek a Földre, szinte kivétel nélkül mindannyian valami fajta nagykövetté válnak, a Föld nagykövetévé, klímavédelem, fenntarthatóság. A kutatások között szerepelt annak a korcsoportnak a megtalálása, akik a legjobban be tudják fogadni azokat az információkat, amelyek az univerzum tárgykörébe tartoznak. A 10 és 12 éves gyerekeket tartották a legalkalmasabbnak az oktatási rendszer kifejlesztéséhez. Megalkottak egy oktatási programot, aminek 12 lecke, 12 küldetés a felépítése, és annyi a specialitása, hogy abból indul ki, hogy egy objektumot kívülről lehet megismerni, hát ha a Földet egy objektumnak veszük, azt a világűrből lehet megismerni, és ez az oktatási program a gyerekeknek, 10-12 éves gyerekeknek négy részből áll, megismertetjük a világűrt, a naprendszert, a bolygónak az élő és életlen környezetét, ezen keresztül a klíma, környezetvédelmi dolgokat. Csibi Emilit kérdeztük, mi a véleménye az űrkabinról. Nekem ez nagyon tetszett, és szerintem az intelligenciát is nagyon fejleszti. Milyen tanulságot tudsz még ebből levonni? Hogy a földet védeni kell, és minél több fát ültetni, és védeni kell. A gyerekek várták, hogy sorra kerüljenek, majd egymásról osztották meg a látottakat.